közel 400 ezer katás vállalkozó sorsát nehezítette meg a kormány. Már két hete megszavazták, de még ma is téma volt a kata új szabályozása a parlamentben. Áder János tegnap aláírta a törvényt. Hiába kérte több szakmai szervezet is, hogy küldje vissza az országgyűlésnek. Az államfő azt írta, különös alapossággal megvizsgálta a kritikákat, mielőtt aláírta. Így jövő januártól, ha egy kisvállalkozó évi 3 millió forintnál többet számláz ugyanannak a cégnek, akkor a kifizetőnek 40%-os adót kell fizetnie a 3 millió forint feletti rész után. De az új szabályok nem vonatkoznak mindenkire, ezt a 24.hu vette észre. Nem terheli extra adó a költségvetési szervektől érkező kifizetéseket, és azokat az egészségügyi szolgáltatókat sem, amelyek az egészségbiztosítási alapból fizetnek. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint az egészségügyben nagyon elterjedt a katás foglalkoztatás. Részben az orvosok körében és a szakdolgozók körében főállású munkavállalók is gyakran ebben a formában dolgoznak, és nagyon sok esetben pedig azok, akik több munkahelyen vállalnak egyidejűleg munkát. A szakszervezet szerint az esetek többségében a kedvező adózás miatt választják ezt a formát. Így például a szolgáltatók elkerülhetik azt is, hogy magas ügyeleti pótlékot kelljen fizetni. Sós Adriana szerint fontos, hogy az egészségügyiseket ne terhelje az extra adó. Sokan vannak közöttük, akik esetleg egy munkáltatónál vagy kettőnél dolgoznak, és elég hamar elérhetnék ezt a 3 millió forintos egy munkáltatóhoz kapcsolt határt, és akkor már az előnye ennek a formának megszűnne. A kormány pont a rejtett munkaviszonyokat akarta felszámolni a szigorítással. Megkérdeztük, hogy miért kivételeznek azokkal, akik az államnak számláznak. Azt írták, azért, mert az állam esetében nem fordulhat elő, hogy valakit munkaviszony helyett kiszervezve foglalkoztassanak. Hozzátették, az egészségbiztosítási alapból származó kifizetéseknek szigorú szabályai vannak.